Portfolio Podcast Lab Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfolio podcastje június 17-én hétfőn. A mai műsor első részében arról a 200 millió eurós, vagyis 80 milliárd forintos büntetésről lesz szó, amelyet az Európai Bíróság szabott ki Magyarországra, mert a menekült ügyi rendszer nem felelt meg az uniós szabályozásnak. Előbb-utóbb bejön az a pont, valószínűleg a költségvetési ciklus közepe és a végek között biztosan lesz egy olyan pont, amikor az Európai Bizottság azt mondja, hogy akkor ő ezt a 200 millió eurót, meg a napi akkor tömbösítve levonja a magyar támogatásokból. Itt egyébként vannak diplomatikus lehetőségek, tehát hogy a humanitárius kifizetések és alapok terhére kezdik el levonni. Ezekből ugye pont a menekültügyi rendszer uniós joggal való összeegyeztethetetlensége miatt a kondicionalitási eljárás mellett van felfüggesztve körülbelül 100 millió eurónyi tétet. Erről Szabó Dániel, a portfólió uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdezzük. A második rész azt járjuk körbe Palkó Istvánnal, a portfólió vezető pénzügyi elemzőivel, hogy mire számíthatnak azok a házas párok, akik felvették a babaváró hitelt, de nem teljesítették a feltételeket. Mindennek az ad aktualitást, hogy öt éve él ez a lehetőség, és az első párok már szembesülhetnek a problémákkal. Én Szász Péter vagyok, a portfólió Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist június 17-én. Közel tíz éve tartó vita és pereskedés után marasztalta el az Európai Unió Bírósága a magyar kormányt, amiért a hazai menekültügyi rendszer nem felel meg, nem felelt meg az uniós szabályozásnak. Orbán Viktor a 200 millió eurós bírságra, amely egyébként késedelem esetén további napi 1 millió eurós büntetést is tartalmaz, szóval ezért válaszlépéseket ígért, de vajon milyen lehetőségei vannak a magyar kormánynak? Erről kérdezzük Szabó Dániel, a portfólió makroelemzőjét, aki az uniós ügyekkel foglalkozik a lapnál. Szia, Dan, a műsorban. Szia, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hogy jutottunk el egy ilyen komoly büntetésig? 2015-ben az első menekült hullám csúcsán Magyarország volt az egyik első tagállam, amely nagyon komoly lépéseket tett azért, hogy feltartóztassa ezt az ember áradatot, és ennek volt az egyik része az, hogy fölépítettük a határkerítést, ami mellé tranzitzónákat jelölt ki a kormány, hogy csak ezeken keresztül lehet belépni Magyarország területére, és itt fogják elvégezni a menekültügyi kérelmek feldolgozását a belépőknek. Ezt aztán később tovább szigorították, és miután Szerbiát biztonságos országnak nyilvánították, azt állították, hogy nem lehet az Európai Unió határáig úgy eljutni Magyarország irányába, hogy közben az ember ne érinten egy biztonságos országot, ahol a menekült kérelmét beadhatná. Ekközben viszont az uniós álláspont Szerbiával kapcsolatban az, hogy a Délszláv háború a meglévő nemzetiségi ellentétek, valamint a szerb jogállamiságban meglévő deficitek miatt nem lehet ezt az országot biztonságosnak tekinteni hogy az útközben egyébként más balkáni országokról is hasonló kritikákat fogalmaztak meg. És az uniós emberi jogi alapelvek kartájának az egyik pontja az, hogy ezeket a menekültügyi kérelmeket, hogyha valaki az Európai Unió területére akar belépni, akkor az be is kell tudni adni. És a másik probléma az volt a magyar tranzitzónákkal, hogy ezek ugye nagyon szigorúan őrzött, emberi jogi szervezetek szerint nem megfelelő higiéniás és humanitárius körülményekkel ellátott intézmények voltak, ami miatt az ott lévő embereket, azokat szerintük fogvatartottként kellene nyilván tartani, hiszen ugye nem mozoghatnak szabadon, folyamatos megfigyelés alatt vannak, valamint nem jutnak hozzá megfelelő víz, vagy higiéniás tisztítószerek garmadájához, és a többi, és a többi. De ami az Európai Uniót zavarta ebben a vitában, az nem az volt, hogy Magyarország egyébként szigorú menekültügyi eljárásokat akar lefolytatni, még csak az sem, hogy kerítést épített a határára, hanem azt, hogy a menekültügyi kérelmek feldolgozásának meghatározta azt, hogy vagy a kijevi magyar nagykövetségre kell menni, beadni ezeket a dokumentumokat, vagy Belgrádban a magyar nagykövetségen kell igényelni a menekültügyi kérelmet. Miközben az uniós jog elvárná azt, hogy ha valaki az Európai Unióba akarna a menekültügyi kérelmet előterjeszteni, akkor annak meg kellene érkezni a határa. Ebben indított az Európai Bizottság egy kötelezettségszegési eljárást, amiben Magyarország nem volt hajlandó lépéseket tenni a tranzitzónák helyzetének, meg jogi állásának megváltoztatására. Ebből aztán lett az, hogy az Európai Unió Bírósága elé továbbították ezt az ügyet, ahol egy perben ki is mondták, hogy Magyarország ebből a szempontból megsérti az Unió alapjogi kartáját. Miután Magyarország ezek után bár bizonyos lépéseket tett, tehát a tranzizónákat átalakította, Kicsit szélesebb hozzáférést biztosított a magyar menekültügyi rendszerhez, ugyanakkor azt továbbra sem tette lehetővé, hogy akár Magyarország területén be lehessen adni ezeket a kérelmeket. Ezért az Európai Bizottság egy újabb pert kezdeményezett, és ebben született most ítélet, amiben kimondta azt, hogy Magyarország nem teljesítette az Európai Unió Bíróságának ítéletét, ami arra vonatkozott, hogy legyen egy kicsit humánusabb a magyar menekültügyi rendszer. És ez az ítélet az, ami most odáig torkolt, hogy kimondta a bíróság, hogy Magyarország megsértette az Európai Unió lojális együttműködésen alapuló elvét, vagyis hogy az ilyen fennálló jogi vitákban elfogadja mindenki az Európai Unió Bíróságának a döntését, valamint próbál együttműködni a kötelezettségszegési eljárásokban az Európai Bizottsággal. Van esélyünk lefaragni ebből a 200 millió euróból, amely egyébként 80 milliárd forint? A 200 millió eurót most már biztosan ki kell fizetnünk, az Európai Unió Bíróságának döntése az jogerőre emelkedett, tehát nagyon jogi mozgástere a kormánynak abban, hogy ezt a egyszeri büntetési tételt valamilyen módon lefaragja nincsen. Ahol mutatkozik némi jogi mozgástér, az az egyébként kiszabott napi 1 millió eurós késedelmi díj ennek a kifizetését nem úgy kell elképzelni, hogy minden nap küldi a számlát az Európai Bizottság, hogy akkor kedves magyar költségvetés, várjuk ezt az utalást. Helyette az történik, hogy 30-40 napos tömbösítéseket hajtanak végre, közben folyamatosan próbálnak kommunikálni az érintett tagállammal, vagyis most Magyarországgal, hogy akkor pontosan milyen lépéseket várnak el a magyar kormánytól, hogyan kell átalakítani a menekültügyi rendszert, akár a menekültügyi ellátást és a kérelmezésnek a folyamatát hogyan kell átalakítani, ahhoz, hogy ezt a napi bírságot megszüntessék. A 200 millió euró az támadhatatlan, az 1 millió eurónál ott annyi lehetséges módosítás van, bár egy nagyon régóta zajló és viszonylag világos jogi álláspontok mellett húzódó vita zajlik a felek között, de annyi mozgástér van, hogy az 1 millió euróból arra hivatkozva, hogy folyamatosak voltak az egyeztetések, és ez egy megakadályoz azt, hogy gyors jogszabálymódosításokat alkalmazzon a magyar kormány, ezért ennek egy részétől lehet kérni, hogy tekintsenek el. Meddig kell kifizetnünk ezt az összeget? Nincs konkrét időpont. Ezt az összeget tulajdonképpen a végtelenségig halogathatjuk a kifizetését, azonban az Európai Bizottság egy ponton elkezdheti ennek a végrehajtását, főként a napi 1 millió eurós büntetődíj esetében. Ilyenkor, mint említettem, 30-40 naponként tömbösítik az összeget, és hogyha Magyarország nem fizet, akkor két lehetősége is van az Európai Bizottságnak. Az egyik az az, hogy gyűjti ezeket a számlákat, aztán egyszer végrehajtatja, a másik lehetőség pedig az, hogy elkezdik levonni a Magyarországnak járó kohéziós fejlesztési támogatásokból. Akkor, ha jól értem, túlzottan sok lehetőségünk nincs. Mire gondolhatott Orbán Viktor miniszterelnök, amikor azt mondta, hogy valamit azért megpróbál ezzel kapcsolatban lépni? Sajnos ennél több támpontot nem adott, mint hogy a péntek reggeli szokásos tájékoztatóján a Kossuth Rádion arról beszélt, hogy mindent megtesz azért a magyar kormány, hogy úgy fizessünk, hogy ez Brüsszelnek jobban fájjon de ebből nehéz kitalálni, hogy pontosan mire gondolhatnak. Az előzmények a vitában arra utalnak, hogy Magyarország többször is számon kérte az Európai Bizottságot amiatt, hogy 7, 750 milliárd forintot költöttünk már határvédelemre, és ennek a költségeiben nem megfelelően szállt be az Európai Bizottság. Itt ugye nem arról van szó, hogy nulla eurónyi támogatást kaptunk volna határvédelemre, hanem hogy 50-75 talán 80 millió eurót kaptunk különböző jogcímeken, akár a határkerítés fenntartására, akár a menekültügyi rendszernek a támogatására. Elképzelhető az, hogy Magyarország egy válaszlevélben küld egy fizetési kérelmet azzal kapcsolatban, hogy akkor viszont a határvédelem, külső határok védelmének költségeibe masszívabban szálljon bele az Európai Bizottság, és ennél egyébként még látszódhat is mozgástér, ugyanis áprilisban elfogadta az Európai Parlament, a tanács és a bizottság is az új migrációs paktumot. Igaz, Magyarország az nem fogadta el, megvétózta ezt a rendszert, de az Európai Tanácsban ennél a döntésnél minősített többségre volt szükség, tehát tulajdonképpen a tagállamok 65 százalék, akik az unió lakosságának 55 et képviselik, azok megszavazták azt, hogy az új migrációs paktumot alkalmazzák a jövőben. Ez egyébként jóval szigorúbb, mint az eddigi eljárás, nagyon sok szempontból bírálták humanitárius és egyéb emberi jogi szervezetek, azt a döntést, hogy az EU megpróbálja a határaink kívülre deportálni a menekültügyi eljárások lefolytatását, vagy egyáltalán a menekültáborok üzemeltetését. Nagyon sok országgal próbál az EU megállapodásra jutni, Tunézia, Egyiptom, és még sorolhatnánk, mondjuk Törökországgal már van is egy hasonló ilyen pilot program kb. 2016 óta, hogy tulajdonképpen ott feltartóztatják a menekülteket, és akkor ott elkezdik felvenni az adatokat, lefolytatni a menekültügyi kérelmeket, és aki alkalmas arra valóban üldöztetett a saját hazájában, nem térhet vissza, más országokban is veszélyben lenne az élete, azokat beengedik az Európai Unió területére. És ennek a rendszernek egy nagyon fontos része az, ami főként az olasz és a spanyol a kormányok kérésére került be, valamint Görögország is egyébként élharcos volt ebben a vitában, hogy kapjanak a tagállamok plusz forrásokat arra, hogy a külső határokat védelmezzék, valamint hogy ellássák ezeket a beérkező embertömegeket lehetőleg a legemberi módon. Ez a döntés egyébként ebből a költségvetésből például már egyébként vannak odaígért tételek az Említett Olaszországnak, de mondjuk Szlovákiát is említhetnénk, ahol azért nem annyira nagyon a menekült el látó Tehát ebben az értelemben, hogyha Magyarország átültetne a migrációs paktumot, ami nagyon sok szempontból egyébként hasonló logikát képvisel, mint amit Magyarország eddig is hirdetett. Hogyha ezt sikerülne átültetni, akkor valamilyen módon kérhetnénk kompenzációt a határvédelmi feladatok ellátásáért. Egyébként erre a jelenlegi költségvetési keretek között kicsit szűkebb lehetőségeink lennének. Egyébként ilyen értelemben akár csökkenthető is a ránk kirót bírság. Az viszont látszik, hogy nagyon jogszabálymódosítás nélkül ebben a helyzetben nem tud mit csinálni Magyarország. Tehát, hogy Előbb-utóbb eljön az a pont, valószínűleg a költségvetési ciklus közepe és a vége között biztosan lesz egy olyan pont, amikor az Európai Bizottság azt mondja, hogy akkor ő ezt a 200 millió eurót, meg a napidíjakat akkor tömbösítve levonja a magyar támogatásokból, itt egyébként vannak diplomatikus lehetőségek, tehát hogy a humanitárius kifizetések és alapok terhére kezdik el levonni, ezekből ugye pont a menekültügyi rendszer uniós joggal való összeegyeztethetetlensége miatt a kondicionalitási eljárás mellett van felfüggesztve körülbelül 100 millió eurónyi tétel, tehát azt le is vonhatják, erről a pénzről egyébként nagyjából le is mondhatott már a magyar költségvetés. Vannak ilyen ide-oda csúszizós mozgások, amikkel lehet ezt az összeget csökkenteni, vagy el lehet érni azt, hogy az Európai Bizottság plusz forrásokat biztosítsa Magyarországnak, de összességében a jogszabályváltoztatások, változtatások, azok elkerülhetetlennek tűnnek, ahogy az is, hogy Magyarország ebből a bírságból egy jelentős tételt kifizessen. Szabó Dániel, a portfólió makroelemzőjével beszélgettünk a Magyarország feje felett lebegő 200 millió eurós bírságról. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm a lehetőséget, további szép napod! 5 éve, 2019. július 1 indult el a babaváró hitel, vagyis idén júliusban jár le a gyerekvállalásra megszabott 5 éves határidő azok számára, akik elsők között igényelték ezt a kamatmentes kölcsönt. Sokan nem teljesítettek, és nekik bizony most vissza kell fizetniük némi támogatást, és a hitelük is piacivá alakul, hogy pontosan mi is történik, arról kérdezzük Palkó Istvánt, a portfólió vezető pénzügyi jellemzőit, aki itt is van velünk a stúdióban. Szia, üdvözöllek a műsorban. Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat kérlek eleven is föl, hogy milyen feltételeket kellett teljesíteni a babaváróhoz. A babaváró azért nagyon jó hitel, mert szinte alig van feltétele a fiatal házasok számára, pusztán annyi, hogy párnak kell lenni hozzá, és korábban úgy volt, hogy 41 év alattinak kell lennie a női tagnak, most pedig úgy van, hogy 30 év alattinak kell lennie, és 2024-ben még van egy olyan menekülő út, hogyha a nő legalább 12 hetes vánondós, de 41 év alatti, akkor szintén felveheti a pár. A Hányan vették fel ezt az elmúlt öt évben? 250 ezren, ők átlagosan 9,8 millió forinttal adósodtak el, így a teljes szerződéses összeg az 2450 milliárd forintnál jár már, az aktuális tartozás az gyakorlatilag 2100 milliárd forint, ez a teljes lakossági banki tartozásnak a 20%-át jelenti, tehát elmondhatod, hogy 5 év alatt gyakorlatilag meghordította a lakossági hitelpiac 20%-át a babaváró hitel. Lehet-e azt tudni, hogy a párok hány százaléka nem teljesítette egészen biztosan már a feltételeket? a most júliusi határidőig. Igen, a hitelnek, mint említettem, nincsenek annyira szigorú feltételei, tehát nagyon sokan megfeleltek neki, viszont annak, hogy valaki 20 éven keresztül élvezhesse a teljes kamatmentességet, bizony feltétele az, hogy 5 éven belül megérkezzen a gyermek, akár születéssel, akár örökbefogadással. Hogy pontosan hány olyan házas pár van, aki nem teljesítette az első 5 év alatt a feltételeket, azt nem tudjuk, mert a legfrissebb adatok 2023. júniusiak, tehát egy évvel ezelőttiek, de azért már ezek is viszonylag sokat elmondanak. Az MNB adatai mondják azt, hogy 2019-ben, akik felvették a babaváró hitelt, azon házaspároknak a 25%-a esetében még nem lett gyermek, 55%-oknak viszont lett egy gyermeke, 19%-nak kettő gyermeke, és a hitelfelvők 1%-ának már három gyermeke is van. Összesen 12 ezeren vannak azok, 12.000 házas pár, akik 2023 júniusáig még nem vállaltak gyermeket, illetve nem érkezett a gyermekük, az ő tartozásuk 115 milliárd forint. Jó, akkor. Feltételezzük, hogy azért valahány házaspárnak még az elmúlt egy évben sikerült ennek a feltételnek megfelelnie, de azért azt bélelmezhetjük, hogy több ezer olyan emberről beszélünk, akinek viszont nem. Mit jelent ez számukra? Számukra két dolgot jelentez, ez: vissza kell fizetni az időközben igénybe vett kamattámogatást. A kamattámogatásnak az összegét az határozta meg, hogy milyen hozamkörnyezetben, tehát állampapírhozamkörnyezetben vették fel a hitelt. Ez 2019. egyes hónapjaiban jellemzően. 1,5, illetve 2 millió forint között volt, konkrétan azok, akik júliusban vették fel, tehát a legelején, nekik volt azon éven belül a legmagasabb 2 millió forint körüli ez az összeg. Ez azonban nem minden, nem csak ezt kell visszafizetni, még pedig 120 napon belül egyébként a felszólítás készhezvételét követően, hanem átalakul maga a hitel is, a kamatozása elveszti a kamatmentességet, és a kamatozása gyakorlatilag egy személyi kölcsönhöz hasonló kamatozássá alakul át. A jelenlegi hozamkörnyezet Határozza meg ezt már, hogy mekkora az új kamat. A mostani állampapírpiaci hozamok alapján nagyjából 12,7%-ra emelkedik. Ez azt jelenti, hogy a 2 millió forint visszafizetésén túl az eddigi nagyjából 45 ezer forintos törlesztő részlet több mint a duplájára 96 ezer forint környékére emelkedhet nekik. Van -e esetleg valamilyen menekülő út, hogy meg lehessen oszlani egyfelől a visszafizetést, másfelől pedig a megemelkedő kamatokat? Egyelőre nagyon kevés ilyen menekülő út van. Három esetet sorol fel a jogszabály. Az egyik az, hogy a valamelyik hitelfelvevő megváltozott munkaképességűvé vált. Ez esetben méltányosságot engedélyezhet és felmentést adhat a visszafizetés alól a kormányhivatal. Ilyen lehet a kizáró egészségügyi ok is. Tehát amikor például egy Lombik Baby programban részt vett a pár, és kiderült az, hogy lehetetlen számukra a gyermekvállalás, illetve a harmadik eset az, amikor kifejezetten ellenjavalt a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan. Ezen esetekben mind méltányosságot engedélyezhet a kormányhivatal, azonban nincs, vélemény szerint nincs kellően pontosan meghatározva, hogy ez a méltányosság ez mit jelent. Egy dolgot tartalmaz azért a jogszabály, ez pedig az, hogy a visszafizetése kötelező határozat véglegessé válását követő 30 napon belül kérelemre legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet a, kormányhivatal, hogy ezen kívül milyen felmentési lehetőségek vannak, arról nem rendelkezett a jogszabály, és úgy tűnik, hogy ezt felismerték a jogszabályalkotók is, ugyanis a parlament a múlt héten elfogadott egy olyan törvénymódosítást, amely érdekes módon egyébként nem a babaváró hitel rendeletében, azt egyébként is a kormány szabályozhatja, hanem az államháztartási törvénybe beiktatott egy olyan részt, amely alapján rendeletben fogja megállapítani a kormány a méltányossági eljárásnak a részt. Szabályait. Akkor azt tisztázzuk, hogy ha lép is valamit a kormány, akkor ez azoknak jelent segítséget, akik valamivel igazolni tudják, hogy nekik miért nem gyerekük. Tehát azok, akik ilyen igazolással nem rendelkeznek és nem teljesítettek, ők egészen biztosan nem fognak kapni semmilyen mentővet. Igen, úgy tűnik, hiszen a babaváró hitel kapcsolatos rendelet egyelőre nem módosult, bár az államháztartási törvénybe bekerült az is, hogy részben vagy egészben lemondhat az állam a követeléséről, de úgy tűnik, hogy az igazi újdonságot az jelentheti, hogy ennek a méltányossági eljárásnak a részletes szabályait fogják meghatározni. Tehát a feltételek várhatóan nem módosulnak, tehát továbbra is a megváltozott munkaképességű vállás, a gyermekvállalást kizáró egészségügyi ok illetve a kifejezetten ellenjavalt gyermekvállalás lehet az a három körülmény aminek az esetében méltányosságot kaphat a házaspár. Egyébként az még különben van a babaváró jogszabályban, hogy akinek halva születik a gyermeke, annak gyakorlatilag élveszületésként születésként lesz elszámolva a babaváró hitel feltételeinek a teljesítése. Köszönjük szépen Palkó Istvánnal a portfólió vezető pénzügyi elemzőjével beszélgettünk a babaváró hitelről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok! Mielőtt elbúcsúzunk, még újra Szabó Dánielhez fordulunk, aki elmondja, hogy milyen fontos piacbefolyásoló hírek várhatók még a héten. Számos fontos makrogazdasági adatra figyelünk a héten, amelyek hatással lehetnek a forint piacára is. Kedden először fél kor a Magyar Nemzeti Bank teszi közé a devizatartalékok helyzetéről szóló statisztikáját, majd kettőkor ismertetik a legutóbbi kamat döntés eredményét. Ezt követően pedig a szokásos sajtótájékoztatón ismerik a döntés hátterét. Csütörtökön a Magyar Nemzeti Bank inflációs jelentésére figyelünk, majd pénteken a KSH teszi közé az áprilisi keresetekről szóló kimutatását. A nemzetközi makrogazdasági adatok közül az első fontosabb KED fél háromkor érkezik, amikor az amerikai kiskereskedelmi adatokat teszik közé, majd nem sokkal később beleláthatunk abba, hogy a tengeren túlon hogyan teljesít az ipar. Csütörtökön először a kínai kamat döntésre figyelhetünk hajnalban, majd délután a Bank of England is hasonló lépésről számol majd be. Ugyanígy csütörtökön az amerikai lakásépítési engedélyek és a munkanélküli segélykérelmek számára kaphatunk tájékoztatást, míg pénteken szokás szerint érkezik a BMI dömping, először Franciaországból, Németországból, majd az Európai Unióból és az USA-ból kapunk adatokat. Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, értékelj minket azon a platformon, ahol a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjön voltam Szász Péter, új műsorral kedden jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!